Elkezdtük. Így harangozta be a Magyar Állami Népi Együttes anyítást. Kinyílik a színházterem ajtaja a nagy közönség előtt, de nem csak a színházi terek nyitnak ki, hanem a Hagyományok Háza tereit megtöltő 17. országos népművészeti tárlat is megnyílt már online, de mostantól élőben is megtekinthető, és a tervek szerint, ha a járványügyi adatok jól alakulnak, ismét lesz nagyvárosi folkudvar is. A 70 éves Magyar Állami Népi Együttes előadásaival nyit a Hagyományok Háza színházterme. Az első előadást az egészségügyi és szociális dolgozók számára köszönetképpen tartják meg. Erről az előadásról és arról, hogy a 2021-22-es jubileumi ünnepi évad hogyan alakul majd, Mihályi Gábor Harangozó Gyula díjas, érdemes kiváló művészt, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjét kérdezzük. Köszönjük, hogy megtisztelsz bennünket itt jelenléteddel. Szia! Most is üdvözlöm a nézőket. Na hát végre tényleg nyit az ország, nyit a Hagyományok Háza is. Neked milyen érzés ez, hogy végre közönség előtt is megmutatkozhat az együttes, és a táncosok hogyan készülnek fel lelkileg? Hát régen várt érzés ez, hát már több mint egy éve, hogy ebbe a helyzetbe keveredtünk, és egy táncosnak két szempontból is nehéz ez. Egyrészt miközben megpróbáltuk otthon, amennyiben lehet, kiosztott feladatokkal karbantartani fizikailag is, és talán lelkileg is őket, de hát ez csak egy, ha nem is időhúzás, de éppen csak egy karbantartás lehet. De hát a második, legalább olyan fontos érzését a táncosnak nem tudtuk pótolni, az, hogy találkozik a közönséggel. Azért hiába készültek, én azt gondolom, online előadások, de hát azért a színház mágiáját, varázsát, a közönség és a szereplő együtt létezését nem pótolhatja el. Ez tehát most már megnyílik az ajtó, és találkozhatunk a közönséggel. Körülbelül már egy olyan 3 hete, 1 hónapja, ha kicsit szakaszosan is, ha az adott egészségügyi eljárásokat betartva is, de már mennek a próbatermi munkák. Fizikailag rendben vagyunk, a lelkünk nyitott, alig várjuk, hogy táncolhassunk, énekelhessünk, zenélhessünk, én meg izgulhassak így van. A nézők mögött. Ugye most az első előadás az egészségügyi dolgozók számára adjátok elő, ami tényleg nagyon fantasztikus és nagyon jó dolog. Milyen előadással készültök? Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a gesztusok. Talán most már az egészségügyi dolgozókon sincs akkora fizikai teher, hogy egy év után lassan most már ők is elmehetnek színházban. Nagyon köszönjük, hogy azoknak, akik majd idejönnek, és megköszönhetjük nekik azt az emberfeletti munkát, amit végeztek. Az előadásunk a Kolozsvári Piasz téren, amivel készülünk, ez egy nagyon izgalmas, én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas válogatás. Ez egy nem valóságos piasztér, miközben persze, hát Kolozsváron is volt piasztér, ahol árultak zöldséget, a hóstáti asszonyok hozták a tejet, de azért több ez annál, kitágítjuk ezt, mint térben, mint időben, hiszen ez egy történelmi visszatekintés is, nem hagyhatjuk ki Mátyás királyt, aki ott született. Nem lehet nem megemlékezni a 48-as forradalomról, nem tehetjük meg, hogy nem beszélünk valamilyen módon Trianonról, és akár éppen a romániai forradalomról is. Tehát valamiféle történeti áttekintés, és hát persze mellette pedig a folklórnak is megjelennek a Kolozsvár környéki legszebb színei, lesznek széki táncok, kalotaszéki táncok, román táncok is, és zenék, és muzsikák, és hát valamiképpen persze némiképpen emberi sorsok, és személyes emberi sorsok, és ebből azt hiszem egy nagyon érdekes és izgalmas tabló alakul ki, és a közönség megélheti a tánc örömét, de egy kicsit el is gondolkozhat a mi történelmünkön.
Ugye itt azért említetted a karantén idejét, hogy nyilván ugye otthon azért karban tartották magukat a táncosok, stb. Online térben mutatkoztatok meg, de milyen újdonságok alakultak még ki esetleg a te fejedben, a táncosoknál esetleg? Most én gondolok erre, hogy az akkor és most így mennyire... Ja, hát az akkor és most, hát az úgy hasítom. Hát, igen, hogy ez hogy csak, annyira jó ötlet volt. Igen, csak kapkodom én is a fejemet, miközben ez nem volt egy újdonság, hiszen és nem csak az Állami Népi Együttes, hanem egy önmagára adó magyar néptáncos, amikor már elél egy szintet, akkor igenis, hogy nagy táncosok mintái alapján létezik a világban, letáncolja ezeket a táncokat. Most itt ez ugyan amiatt, hogy volt rá időnk, ezért nagyon összesűrűsödve tudott megjelenni, úgyhogy nagyon örülök, hogy nem csak a táncosaim képezték ezzel tovább magukat, hanem egy nagy közönség érdeklődésre is számon tartott. Hogy mivel készülünk még? Hát különböző programokkal, amikről szívesen beszélek, ha megkérdezed. Na, áruld el nekünk itt a kulisszatitkokat, hogy mi a terv. Ugye hát főleg most ugye 70 éves a Magyar Állami Népi Együttes jubileumi évad, mik a tervek, miket szeretnék. Nagyon sokféle színes programokkal készülünk. Talán, hogyha időrendben haladok először, és majd később beszélek a táncról. Néhány héten belül megnyílik egy szabadtéri kiállítás itt a Hagyományok Háza környékén, 70 év a világ körül címmel, ami a 70 évet egy nagyon sajátos szempontból mutatja meg. Egyrészt az Állami Népegyüttes nemzetközi sikereit, de természetesen a nagyalkotókat, az emblematikus táncosokat vagy zenészeket. Én azt gondolom, hogy egy jó kis séta lesz, barangolás itt a gyönyörű Korvin téren. Utána nem sokkal egy könyvbemutató lesz, elkészült, már a nyomdagépek dolgoznak, Végtelen motívum címmel. Váradi Levente körülbelül 2 éve jár velünk szerte Magyarországon, határon túl, vagy éppen külföldön, és fotózza az Állami Népegyüttest. Döntő módon olyan szempontból, amit a közönség talán legkevésbé láthat. A próbatermekben, a színpad mögötti világban, az örömeket is, a gyötrelmeket is, a fájdalmakat, a katarzisokat, hogy talán a nézők lássák, hogy láttunk mi egy remekő és vidáman táncoló táncos. Hát ez milyen marha könnyű ez a tánc. Hát azért nem. Ez a próbatermek gyötrelmein keresztül válik olyan könnyeddé. Aztán október 10-én az Uránia Filmszínházban mutatjuk be a Történetek a Magyar Állami Népegyüttesről 4.-5. részét. Az első 3 rész már elkészült, nagyon nagy sikerrel megy. Már én nem is tudom, hogy 10-szer vagy 15-ször ment le a Duna TV-n és a közszolgálati televízióban, mert az a csapat, Bakonyi Viktor producer nevét, ahogy elmincsen is, Meggyesi Gabi rendezőt, nagyon értő is, és érzékeny kézzel nyúlnak az Állami Népegyüttes jelenéhez és múltjához. Na hát ennek a 4.-5. része fog elkészülni. És aztán persze táncolni is fogunk, sokat itt a Hagyományok Házában is, különböző tematikus előadásokkal. Talán a legelső a 70 év színei, amikor a 70 év a nagy alkotói egyéniség szempontjából összeállított előadás áll a közönség elé. Marra nehéz volt kiválasztani, szóval azért itt több száz koreográfia, zene, hát, hát most hogyan lehet ezt összepréselni egy 2x50 perces műsorban? Hát nem lehet, úgyhogy több ilyen válogatás fog majd készülni. Jobban hangsúlyozva Rábai Miklós, hiszen idén ünnepeljük a 100 évét, de Tímár Sándort sem feledhetjük, és Sebő Ferencet, és azért majd némiképpen én is ott leszek, mint a jelenkorunk alkotója, és talán két nagy előadást emelnék ki, azon kívül, hogy megyünk határon túlra a Hagyományok Háza tematikus napjaival Zentától Erdélyig, és reményeim szerint Kárpátaljára és Felvidékre. Az egyik a Szegedi Szabadtéri Színpadon, körülbelül 2 évtized után lép fel az Állami Népegyüttes a Dóm téren. Azt hiszem, hogy egy nagyon izgalmas válogatás, amelyik egyrészt persze múltat is idéz, hiszen Rábai Miklós és Tímár Sándor műve is, de az a nagyon izgalmas zenei világ,
amit azok a barátaink fémjeleznek, itt a szolnoki szimfonikusok, a Szent Efrém, Lajkó Félix, Ferenczi Gyuri és a Raszka Jam. Szóval ez összeállítva én azt gondolom, hogy egy nagyon varázslatos este lesz. És talán egy másik, ami még egy apropója van, hogy 20 éves a naplegenda, tehát augusztus 22-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon a bemutatót követően először élő zenekarral, tehát a magyar jazz és népzene környékén tevékenykedő széchenyi zenészek legjavai, és mindazok, akik valaha is énekeltek a naplegendába, Herzko Ági, Bognár Szilvi, Kubinyi Júlcsi, Szalóki Ági, szóval mindenki ott lesz. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagy zenei táncos tűzijáték lesz. Hát tényleg nagyon akkor színes palettával készültek, ennek nagyon örülünk, és végre, hogy akkor láthatjuk is. Úgy tudom, hogy azért egy kicsit át is alakult a Magyar Állami Népi Együttes, mint vezetőség szempontjából, és új táncosok is érkeztek. Erről lehet beszélni egy kicsit? Igen, ez egy folyamatos változás egy művészegyüttes életében, hogy valaki azért, mert már elért egy bizonyos kort, és nem tud tovább táncolni, vagy hál' Istennek a lányok szülnek, és jönnek a újra is újabb állami kölykök. Tehát ez egy belső, szükségszerű dinamizmus. Így valóban most érkezett megint három új táncos. Nem sokkal előtte a Táncművészeti Egyetemről is jöttek négyen. És hát a vezetésben is történt egy változás. Kökény Ricsi kiváló barátom 25 év után elérte a nyugdíjkorhatárt, és úgy döntött, hogy más irányba indul tovább az életébe. Innen is nagyon köszönöm ezt a 25 évet, az emberi barátságot, azt a sok szakmai segítséget, amit kaptam tőle. De az élet megy tovább, úgyhogy Ágfalvi Gyuri lett a Magyar Állami Népegyüttes tánckarának vezetője, és két asszisztens lépett be, az egyik ifjú Zsurászki Zoltán, a más pedig Farkas Máté. Ugye azért már régóta, hogy a Állami Népi Együttes vezetője vagy, számodra mi volt a legmeghatározóbb? Tudnál valamit így kiemelni így a 20 évek során, ami úgy nagyon ott volt és nagyon meghatározta az életedet? Hát talán az első az, amikor Timár Sándor Jászberénybe föltette azt a kérdést, hogy eljönnék az Állami Népi Együttesbe táncolni. Ugye ő nem sokkal előbb került ide, egy új együttest, egy új művészeti filozófia szerinti arszpoétikát kívánt megvalósítani. Engem ismert Jászberényből, tanítványa voltam. Hát no, az egy elég meghatározó volt, mert azóta is 40 éve ugye ebben élek. A másik nagyon meghatározó pedig az volt, amikor ültem egy reggel az öltözőbe, és akkor az akkori igazgató titkárnője mondta, hogy gyere, mert az igazgató akar veled beszélni. Lementem, és akkor azt mondta Serfőző Sándor, hogy figyelj, Misi, a Timár Mesti elment nyugdíjba, na akkor van 5 percet, hogy eldöntsd, hogy akkor vállalod-e az Állami Népegyüttes művészeti vezetői, megbízott művészeti pozícióját. Mondtam, hogy Sándor, nem kell erre 5 perc. Na hát ez volt a másik, nagyon meghatározó az életemben. Hát Misi, akkor további sok sikert szeretnénk még kívánni, és nagyon örülünk, hogy végre megnyílik akkor a színházterem, és veletek akkor megindul az évadunk. Rendhagyó módon pár dolgot ajánlanánk is végezetül. Május 27-én 7 órától köszönet előadás az egészségügyi dolgozók számára. Május 29-én 7 órától a Magyar Állami Népi Együttes Kolozsvári Piactéren című műsorát láthatjátok a Hagyományok Házában. Június 26-án 7 órától szintén a Magyar Állami Népi Együttes mutatja be 70 év színei című bemutatóját. Június 4-én 7 órától Halmos Béla emlékkoncertet láthattok a színházteremben. Június 11-én 7 órától pedig Fitos Dezső társulat legújabb produkcióját mutatják be. De a június más premiért is tartogat, ifja Vinyánszky Attila rendezésében Appelszofer János és Berec István koreográfiájával, Vecsei H. Miklós és a Stalker csoportból ismert színészek közreműködésével a Trianon 100. évfordulója által életre hívott Ereim Végei című összművészeti produkciót, táncdrámát láthatjátok majd.
áprilisban online megnyílt nagyszabású 17. országos népművészeti tárlat, egyelőre csak csoportos tárlatvezetéssel, de már élőben látogatható. A tavaly nyári nagy sikerű kezdeményezése a nagyvárosi folkudvar szabadtéri programokat az aktuális szabályozások szerint kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkezők, illetve 18 év alattiak felügyelettel látogathatják. Az intézmény a munkavállalói védelme és fokozott elővigyázatosság miatt egyelőre a maszk használatot a belső terekben kötelezően előírja. Köszönjük szépen a figyelmet, és látogassátok a Hagyományok Háza programjait!